A tolnai meder elsődleges feladata az árvíz és belvíz védelem, amelyre szerencsére az utóbbi években nem volt szükség. Azonban jelentős problémává vált a vízhiány, mondja a város polgármestere. Nem csak a Tolnai Dunában nincs víz, hanem a környező holtágakban is sem, és hát mindenki a kertjében is érzi, hogy elég nagy problémák voltak az elmúlt időszakokban. Ugye itt a zár- és belvízvédelem után a másodlagos feladata a mezőgazdasági hasznosítás a víznek. Ez azt jelenti, hogy öntözésre használnak a Tolnai Dunából. A múltkor hívtunk össze egy egyeztetést azokkal a gazdákkal, akiknek olyan területeik vannak, amit korábban innen öntöztek, és azt mondták, hogy már minimális az öntözővíz, amit ők használnak. Igyekeztek olyan terményeket vagy terményekkel gazdálkodni, amelyeknél nincs szükség öntözésre, mert hogy bizonytalan a Tolnai Dunának az állapota, tehát az utóbbi időben nem nagyon volt mód arra, hogy ebből kivegyenek. És nagyon fontos egyébként ezek után pedig a tolnai kajakosok és a tolnai horgász egyesületek, vagy a Tolnai Dunáért egyesület, akik hasznosítják ezeket a vizeket. Nyilván nekik is nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több víz legyen a Tolnai Dunába. Ugye egy nagyon jó hírű és egy nagyon sok gyermeket sportoltató egyesület evez itt a holtágban. Ők is folyamatosan jelzik, hogy sokszor leér az evező. Ezért a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna megyei szakmérnökségével egyeztetve már elkezdődött a holtág vízpótlása a Sión keresztül. Április elején már kihirdetésre került a tartós aszályos időszak, és úgy, mint a korábbi években, sajnos az idei év is nagyon csapadékos, vagy nagyon csapadékhiányos időszaknak mutatkozik, így szükségessé vált a holtágok vízpótlása itt Tolna megyében is, aminek kapcsán a tolnai önkormányzattal, illetve itteni érintettekkel, azok közül legfőképpen a Horgász Egyesülettel egyeztetve. A tolnai holtágon 16-ai duzzasztott vízszint mellett 19-ai zsilipnyitással megkezdtünk egy vízpótlást, aminek kapcsán elmondható, hogy már elég jelentős vízmennyiséget sikerült bekormányozni úgymond a Sióról a holtágba. Majd 30 centis vízszint emelkedés mutatkozik már itt, ha körülnéznek a növényeken, látszik a holtág részen, és hát ezt folytatnánk előre tervezett módon 19-ig, de hát ha szükséges, és hát úgy alakul, vagy úgy kell, akkor akár elhúzva ezt a vízpótlási igényt, próbálva segíteni esetleg a faddi holtág vízszintjének kapcsán is annak emelésében. Hát jelentősen lecsökkent az idejében a tolnai holtágaknak a vízszintje. Az itteni Mádi Kovács zsilipen elhelyezett vízmércén 4-12-es vízszintig csökkent szinte a víz, és hát itt egy ilyen időszakban azt mondhatni, hogy egy 4-50-4-60-as vízszint lenne szükséges, de hát megcélozzuk a 4-60-4-70-es vízszinteket annak érdekében, hogy azok minél tartósabban a nyár közepe vagy végéig kitartva tudják biztosítani a holtágak másodlagos vízhasznosításáinak, úgymond a horgászatnak, vízisportoknak a kedvező vízállásokat. Ezek mindig csak átmeneti megoldások lehetnek, és mindig kiszámíthatatlan az, hogy mikor tudunk kapni vizet, hiszen akkor tudunk, amikor a Sióba van a Balatonból víz, tehát hogyha a Sióba sincs, és a Balaton vízgyűjtő területén sincs víz, akkor a Tolnai Dunába se lesz. Éppen ezért a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács és a munkaszervezet, az ügynökség egy 100 millió forint keretösszeggel gazdálkodva a három holtág rehabilitációjának a terveit készíteti el. Az előzetes tervek szerint itt egy horrorisztikus összegről van egyébként szó a három holtág tekintetében, de én azt gondolom, hogy az mindenképpen az első lépcső, hogy felmérjük a holtágak állapotát, nézzük meg, hogy milyen a meder, tehát mennyi iszap van benne, és honnan tudjuk folyamatosan biztosítani a vízpótlást, mert még egyszer mondom, a Sióból nagyon bizonytalan, mikor tudunk, nyilván az élő Dunából sokkal egyszerűbb lenne vizet átemelni, akár a faddi, akár a bogyiszlói vagy a tolnai holtágba. Úgyhogy mi nagyon köszönjük
a tolnaiak nevében, hogy igazgató úr irányításával gyakorlatilag hetek óta, és még akár néhány héten keresztül is jöhet a víz a tolnai holtákba. Ezen túl maximum imádkozhatunk a Jóistenhez, hogy minél több eső essen, de igazán más megoldás nincs. Tehát jelen pillanatban a vízpotlásra csak a Sion keresztül, a Kutyatanyai zsilepen keresztül tud vízérni a holtákba.